A világban sok helyen lehet finom svéd hús gombócot enni, de hogy hogy készül, az most Mónika feladata lesz, hogy megmutassa nekünk, hiszen te Svédországban születtél, ott éltél. Hogy készül ez? Hát, van egy kis hús. Igen. Most vegyesen lesz ugye sertéshús, meg marhahús. Kis áfonyácskákat, vörös áfonya. Gondolom, ti ezt frisskör készítitek, de sajnos nálunk nem volt most friss. És aztán kis cukrot bele. Szerintem eléggé sokat, hogy édes legyen. Ez akkor most ráérít főni. Akkor így szépen szeretném a tojással össze. Jaj, de jó hideg. Aha. Mindent tettél benne? Sót? Nem, még nem, mert azt gondoltam, hogy így elkezdem. Először összekeverem, igen. Kis hagymát tenni, ha lehet. Cukrosanál alapszolt lehet. Jó, jó. Hagymát tenni. Jó. Mi már előre gyorsan összevágtuk a vörös hagymát, még tegyek bele? Így jó, így. Így elég, félreteszem. Így van. Na, és akkor... Most jön a fűszerezés. Uh-huh. Teszünk bele, gondolom, sót, elmaradhatatlan fűszer. És borsot is. Fehér borsot. Igen. És... Zsemlemorzsa. Igen. Lehet ez tejben áztatott zsemle is, uh-huh. de lehet zsemlemorzsa is, ami uh-huh. összefogja. Ez nagyban hasonlít a fasírthoz, mi fasírtunkkal. Ez tejszín. Jó, akkor egy kis tejszín, egy kis tejet is teszünk bele, akkor most mind a kettő. Nagyon finom lesz. Így. Kitűnően sejmesíti a tejszín a darált húst. Mennyire kell ezt kidolgozni, hogy... Hát csak, hogy így összeálljon, ne legyen. Nem kell, hogy habosra kikeverni, hogy tűnik. Nem, az biztos. Ez szépen nagyba fordja magát, visszaveszem egy picit. Mm-hmm. Most finom kis gombócokat fogunk belőle készíteni, ugye? Na, akkor essük neki, szerintem. Vízbe mártjuk mancsukat. És akkor így. És mekkora méretet szoktatok ti otthon? Na, akkor... ez mindig más. Az édes anyukám mindig igen. egy picit nagyobbat csinál, mert az apukám ez a szereti. Jó méret? Az egyébként tökéletes. Egy picit össze fog esni úgyis, mikor beteszük a vajba. A vajba, így van. Hogyha valaki megkérdez egy svédet, hogy mi az alapétel náluk, mondhatjuk, hogy a húsgombóc? Akkor abszolút a húsgombócot fogják mondani, vagy valamelyik halat. És halétel. Milyen módon sütjük ki a gombócokat? Vajjal. Vajban. Igen. Na, itt tökéletes. És ezt szép lassan kell sütni, mert igen, hiszen igen, ez nem, de ez nem lesz hangolós, tehát rendesen át kell sütni, ugye? Ez így van. És akkor így kezdjük forgatni, mert most már nagyon... Kell sülni, igen. Segítsek? És ezt nem szabad lefedni, én úgy tudom. Igen, akkor igen. Fölpuhul. Uh-huh. De milyen finom illata van. Nagyon, tényleg. Kevés zsidarékban sütjük ezt az egészet, akkor érdemes, nem olyan nem meleg. Tehát vissza kell venni egy kicsit. Vissza kell venni egy kicsit, igen. Most már átsült, és akkor most így szépen kiszedjük, hogy kiszedem én. Igen, érdemes szalvétát alá tenni, ahogy megcsináltad hozzá. Ezt meghagyjuk, mert csinálunk egy szószt erről. Erről szósz, szósz lesz belőle. Igen. És ez hogy készül? Hát ez egyszerűen por. Igen. Igen. Botani. És kell víz. Víz. Csak... Igen. Igen, aztán. És tej. Bele. És akkor bekapcsoljuk a habverőgépet, az én vagyok. Ilyen jó, sokan? Igen, mert 3 deciliter kell, hogy legyen az 3 deci. És hozzáöntjük. És akkor ezt gondolom ki kell forrálni, ugye? Ez így van. Akkor ezt így hagyjuk egy picit. Na, ebből 2 kanál lisztet kéne. Igen. És ezt felpirítani együtt a... Igen, mert ez adja meg barnoja. Többek között a színét. Van. Ezt a maga teszünk tejet. Így, megmenni. Egy jó, egy jó. Jó kiforrálni. Jó. Ja, és a szójaszosztól lesz ilyen szép barna. És szép világos barna, igen. A tőbe mennyit teszünk bele? Hát ezt be kell szépen szabályoznunk majd magunknak. Közben mindenünk elkészül, és a legszebb része következik most a kóstolás.
Nincs idő, épp nincs kéznél egy jó recept.